Van, aki nagy kabátban, más pedig fürdőruhában látogatta meg a városi strandot. A Bombatukáda ütőegyüttes felvezetésével vonultak ki a tavasz köszöntő csobbanásra. A Szigetfürdőről 16-an vetették bele magukat a 4,8 fokos vízbe. Ennek a rendezvénynek az a lényeg, hogy köszöntjük a tavaszt, ugye a hideg tél után mindig jön egy jobb idő, köszöntjük a tavaszt, és az összetartásra és a barátságra szeretnénk felhívni a figyelmet, és természetesen a Balatonnak a jótékony hatására. Sirilla György is megtisztelte a programot, aki barátja Ferenci Otto meghívására jött el Keszthelyre. A nemzet rozmárja sok vízben úszott már, átúszta a fagyos Dunát, de a Balatonon is tört már jégtáblákat. Keszthely kedvelt fürdőhelye. A Balaton egy kicsit hűvös volt, de a sok rozmárral együtt úszni nagyon jó volt. Általában egyedül szoktam úszni, de így közösen Ottóval és a többiekkel csodálatos volt. Úgy értékelem, hogy a tavasz a rozmárok által is megérkezett a városba, és ez a hideg víz, ez föl fog melegedni, és akkor tömegek fognak ezen a szép strandon majd úszni, gondolom, megnapozni. A csobbanást népes közönség kísérte figyelemmel. A fürdőzők merülésekkel és körtánccal ünnepelték a tavaszt. Gratulálok a fiúknak, megmondom őszintén, Népita volt osztálytársammal, beszélgettünk, hogy mihely kinyit a fürdő, abban a pillanatban veszük a bérletet, és minden nap itt fogunk találkozni. A rendezvény ötlete 2 éve született meg, a pandémia miatt azonban csak most tudták megszervezni. Helyi vállalkozók, sport és művészeti csoportok, valamint a város is a program mellé állt. Keszthely ismét megmutatta, hogy a közösségeik, a jóra való emberek, a segítőkész vállalkozók együtt tudnak működni egy jóra való, érdekes, turista csalogató program kedvéért. Örömmel látom, hogy sokan itt vannak, fellépők, érdeklődők. A szakemberek szerint a jeges mártózás erősítheti az immunrendszert, és testileg, lelkileg frissítő hatású. A fürdőzőknek az is célja volt, hogy felhívják a figyelmet az egészséges életmódra.